Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt ebben a videóban. Ezúton szeretnék mindenkinek, aki fel van iratkozva a csatornámra, és aki nincs, de szokta nézni a videóimat, azoknak is, és mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon boldog új évet kívánni. Kívánom, hogy legyetek egészségesek, szeressétek egymást, nagyon sokat nevessetek, valósítsátok meg az álmaitokat, legyen egy igazán sikeres, boldog és egészséges új évünk 21-ben. Na hát itt a bevezetés után először is elnézést szeretnék kérni azoktól, akik esetleg várták már a videóimat, de sajnos az utóbbi időben nem nagyon volt időm videózni. Ennek több oka is volt. Nyilván az ünnepek is közrejátszottak, hiszen ünnepek alatt első óvodába. Hát az úgy volt, hogy az oviban állunk, nagyon sok pedagógus megbetegedett. Novemberi hónapban, a hónap végén. Tehát a 10-ből valami 3 volt talán, aki nem volt beteg. És ugye miért ilyen kaotikus állapotok uralkodtak, ezért úgy döntöttem, hogy nem viszem a gyereket oviba. Otthon volt velem, vagy itthon volt velem, és december elején, azt hiszem, hogy 6-án, talán vittem már 7-én, nem is tudom, hogy volt hétfő, vittem már óviba, mert addigra visszaértek a pedagógusok, meggyógyultak, újra helyreállt úgy nagyjából a rend, ugye, és 2 napot vittem, hétfőn, kedden, és akkor szerdán elkezdett taknyoskodni. 2 napot volt taknyos, 2-t. De az sem úgy, hogy folyamatosan fújtuk az orrát, hanem tényleg csak így reggelente, meg napközben egy, nem tudom, 3-4-szer, tehát nem volt egy nagy valami. Ez volt, hogy szerdán elkezdett taknyosodni, mondtam, hogy jó, akkor nem viszem, maradjunk itthon, mert nem tudom, hogy mi baja van. Aztán vasárnap elkezdett köhécselni, de úgy képzeljétek el, hogy ilyen borzasztó idegesítő módon, tehát ilyen, hát úgy azért egész nap ezt hallgatni, tényleg már nap végére már nagyon ellemorzsolt az idegeim, ilyen és ez egyfolytában, tehát másodpercenként egy levegővétel, 2 levegővétel közt mondjuk 3-szor köhintette így el magát, ami végülis nem is köhintés volt, csak hanem ilyen nem tudom, mi volt. Ja, és körülbelül, hát azóta ilyen, nem tudom, 10-től, akkor nem tudom, úgy volt valahogy, azóta köhög a gyerek. De még most is, de már most úgy jobb. De ez, hogy ez egy ilyen óvoda ellenes dolog-e, pszichésen nála, vagy csak egy hülye szokás, nem tudtam eldönteni igazából. Arra is gondoltam, hogy a levegő száraz. A szárítógépet nem használtam, teregettem rendesen a nappaliba, fregolira. Jó volt, egy pár órát olyan volt, mintha nem köhögött volna úgy a gyerek. Aztán másnap már megint ugyanúgy köhögött. Úgyhogy nem tudtam eldönteni, hogy mégis most akkor ez mi? Aztán ugye minél több figyelmet szenteltünk ennek a dolognak, minél többször figyelmeztettük, minél többször hívtuk rá figyelmét, hogy kicsit próbáljon már meg nem annyit köhögni, tehát teljesen elfárad benne már ő maga, annál jobban csinálta. Tehát akkor már láttam, hogy ez egy ilyen akaratlagos dolog nála, tehát ez már ez. Meg, tehát elmúlt az orrfolyás, nem volt egy csepp hőemelkedése sem, csak ez a köhécselés. Elvittük doktornőhöz, mondta, hogy egy ilyen kis száraz köhögésre való cseppet, ami az ingert úgy csökkenteni, azt írt föl neki, meg a vitaminokat porlasztunk, semmi egyéb teendő nincs. Hát azt odáig is csináltam, mert porlasztottunk, párologtattam, illóolajokkal, mindent. Tehát a fürdővízébe tettem kakukkfüvet, tettem kamillát,
inhaláltunk, párologtattuk. Amikor bent ült a fürdőkádban, a jó meleg vízben, és mondjuk pancsikált egy fél órán keresztül, akkor nem köhögött annyira. Tehát azt hittem, hogy száraz a levegő. Bár nálunk nem szokott száraz lenni, mert penészedni szoktunk. Azért is vásároltunk egy ilyen pára, vagy nedvesség összeszedő készüléket, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Az nagyon jó, az brutál jó egyébként, ezt tudom. Rossz okán, lehet, hogy egy kis pszichés is van benne, pszichés alapon is működik a dolog. Nem kell vele annyira foglalkozni, azt mondta, teljesen tiszta tüdeje, a gyereknek semmi probléma nincsen, majd elhagyja. Úgy is volt, nem köhögött, hogy 3 napig, már nem is adtam neki azt a cseppet, ugye, amit a köhögésre írtak föl neki, a vitaminból is csökkentettem a dózist egy picikét, hogy ne az legyen a baj, és megint elkezdte, 2 nap után megint elkezdte. Úgyhogy most megint, de ez már tényleg ez egy ilyen, most már egy elviselhető szinten mozgunk. Úgyhogy nem tudom, hogy mi ez, nem tudom, hogy mitől alakult ki, nem tudom, hogy miért csinálja. Tény is való, hogy utálja az óvodát, tehát nagyon utál járni az óviba. Mindegy, nem tudom, hogy mitől van. Remélem, hogy hamarosan meg fog szűnni, el fog múlni. Úgyhogy ezért. Itthon volt december, hát végig, meg még novemberben is, november végén is, ugye, decemberben volt 2 napot, na jó, 3-at, mert a Mikulás ünnepségen is bent volt 4-én, de hogy 3 napot volt decemberben, ofiba, úgyhogy rottyon voltam, ugye egész nap együtt, mellesleg ugye, ajándékokat még beszerezni, még becsomagolni, még ugye a díszítgetni, meg minden, bár azt együtt csináltuk, de azért nyilván 3-szor annyi időbe tartott, mint hogyha én egyedül nekiugrok, és gyorsan sincs, úgy feldíszítek. Itt így kicsit több időbe tartott. Hát Krisztián imádja a karácsonyt, el van tőle varázsolva, gyönyörködik a díszekben folyamatosan, a fényeket, a tényleg műfenyővel van ilyen kis díszek készítve nekünk, így a korlátra, a lépcsőhöz, fényfűzér rajta. Imádja, nagyon szereti ezeket. Nálunk májusban is volt karácsonyfa, van egy picike kis karácsonyfája, itt is van, meg tudom nektek mutatni, nyom karácsonyfája, és ez már májusban fel volt tisztítve. Nem ezekkel a boákkal, hanem egy kicsit másabbakkal. De már májusban fel volt tisztítve. Májustól itt rakosgatom jobbra-balra, mert azt nem szabad lebontani, mert az gyönyörűséges, az az övé. Jó, hát hagyj szeresse, gyerek. Aztán most kapott rá egy ilyen fényt is, hogy így, tudom mennyire látszik, így villog. Hát csodám, tehát rettentő mód. De én is úgy vagyok el egyébként, tehát én is imádom, én is gyönyörködök, tehát a fát, ha bekapcsolom rajta az égüket, hát én el vagyok alielva teljesen, tehát én nagyon-nagyon szeretem. Borzasztó hangulatos, olyan megnyugtató, olyan kis kellemes, úgyhogy nagyon szeretem. Úgyhogy ez volt velünk decemberben. Az ünnepek azok elteltek. Mondhatni unalmasan, mert nem mentünk sehova, ide se jött senki, egy-két baráttal találkoztunk, meg semmi, egy kis családtagokkal, de nagyon minimális, minimális volt az egész, úgyhogy nagyon-nagyon hamar eltelt, és amúgy olyan kis uncsisam, mert amúgy úgy semmi nem igazán történt, de jó volt ez így. Hát most ehhez az évhez egy ilyen karácsony dukált. Ugye feketeség volt nálunk, sár, eső, köd, folyamatosan hangulatomság volt az egész karácsony. Nem volt, tudjátok, az, amikor kinézel, füstölnek a kémények, hótakaró van mindenhol, reggel ilyen zúzmara, meg jégcsapok lógnak, egy csillog a napfényben a hó,
hóembert tudsz építeni, mész is ropog a talpad alatt. Tényleg nem voltak. És azért, mert tényleg itt van január, és még mindig nem volt hó. Egyszer volt, de el is olvad rögtön egy nagyon picike, tehát azt nem is említem meg szinte. Úgyhogy nem tudom, lesz-e még hó, vagy nem lesz. Sajnálom, a gyerekek miatt sajnálom a leginkább amúgy, hogy ilyen vacak egy telünk van, mert hát azért a gyerekeknek az annyira kéne az a kis hóemberek, kis szánkó, egy kis csúszkálás, egy kis hógolyó. Na mindegy, nem siránkozok. Úgyis az lesz, ami lesz, tehát ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Nem tudjuk befolyásolni, úgymond, hogy most szavazást indítanánk a hóért, úgyse fog esni, ha nem akar. Anya nem tervezte. Úgyhogy nem tudom nektek, hogy telt az ünnep. Remélem, hogy nektek nagyon jól telt. Sok-sok ajándékot kaptatok. Jó volt együtt lenni a családdal. Finom illatos süteményeket, ételeket tudtatok fogyasztani. Felisztettetek jó pár kilót. Úgy szokott lenni általában. Hát képzeljétek el, hogy most nálam is úgy van. Majd fogok ezzel kapcsolatban hozni videót, de ez még most nem az, hogy egy életmódváltás előtt állok, illetve már úgy a küszöbbén, nem előtte egészen, de már úgy a küszöbbén, már úgy majdnem beléptem, tanulmányozom még a dolgokat, hogy mit, hogy, de hát muszáj elszállni magam rá, mert az életemmel játszok konkrétan, tehát nem szabad lacafacáznom, muszáj életmódot váltanom, és jó magyar mentalitás és felfogás szerint, azért még a karácsonyt azt hagyjuk már meg. Tehát itt aztán volt sütemény. Hát én olyan sok süteményt éppen nem sütöttem, máshonnan meg nem jött. Beiglit sütöttem. Aj, gyerekek, mit sütöttem? Egy kókuszkockát csináltam. Sajtosat. Húha. Még volt rákóczi túróst. De várjátok, a rákóczi túróst azt szilveszterre csináltam. Akkor mit csináltam karácsonyra? Jaj, linzerkarikát. Meg mézes kalácsot. Igen, mézes kalácsot a teremtő módszereti Krisztián. Úgyhogy azokat csináltam karácsonyra. Meg volt halacska. Rántva is volt. A férjemnek csináltam harcsapaprikás túrós csúszával. Gesztenyekrémleves csináltam. Az nagyon fincsi volt. Tehát azért ezt adtam az élvezeteknek. Kihasználtam ezt az utolsó ünnepi időszakot, az utolsó hónapot, ami még majd nem a diétával telik. És igen, szilveszterre csináltam kosárkát, diós kosárkát, csináltam kekszekercset, csináltam kókuszgolyót, csináltam, hát most nem tudom, esküszöm, hogy a linzerkarikát, de a linzerkarikát akkor csináltam, azt nem a karácsonyra. Ó, gyerekek, egy hét leforgása alatt, nem is emlékszem, melyiket mikor csináltam. De linzerkarikát csináltam, azt tudom. Meg a rákóczi túróst is megcsináltam. Hát azt hiszem, hogy ennyi. Megám. Zserbót akartam még, mert a férjem szereti a zserbót. Fiúk szokták szeretni általában. Legalábbis nem ismertem olyan, nem ismertem olyan férfit, aki azt mondta, hogy nem szereti a zserbót. De már nem akartam, mert már annyi minden volt, hogy kettőnkre szinte, mert én meg a férjem megyük meg ezt a sok mindent, de hozzáteszem, mindenből fél adagot csináltam. Tehát amiből ilyen 30-40 dek a lisztek voltak írva, abból csak a felét csináltam meg. Tehát a linzerkarikából is valami tizenvalahány darab lett. Kosárkából is egy lapos tányér, ilyen másodikos tányér, egy lapos tányér volt tele, meg még a tetején volt vagy 4-5 darab. Tehát nem kell azt gondolni, hogy azért itt a 8 tepsivel volt sütve, nem. Nem. Ennyi. Úgyhogy, hát ilyeneket ettünk. Igazából én nem szeretem a 4-5 napos kajákat enni. Tehát én azt nem szeretem, amikor ugye karácsony, mondjuk viliáján, mondjuk megfőz a háziasszony. Nyilván, ahol nagy család van, ott persze oké. De mondjuk én. Tehát én azt szeretem, megfőzök, nem tudom, 8 félét, és akkor azt teszik 25-én, 26-án, 27-én, meg még 28-án is maradt, azt együtt már, meg ne dobjuk ki. Nem, ez nekem minden valahogy nem. Én főztem 24-én, 24-re, meg 25-re, aztán főztem 26-ára, meg 27-ére. Tehát én minden, ugyanúgy kettő naponta főztem,
Volt olyan mondjuk, hogy 3 napig kitartott a kaja, akkor azt úgy voltam, hogy nem dobom ki, és akkor azt együk meg. De így, hogy 4-5 napra, meg nem tudom, hogy hányféle, meg megy a kukába, meg ilyenek, ezt én valahogy nem szeretem. Általában be is szoktam tudni tájolni, hogy éppen miből mennyit készítek az adagokat, tehát így úgymond feleslegben nem nagyon megy. Már mondjuk most nem is megy, mert van egy kutyám, ugye egy fél éve, és ő azért úgy elfogyasztgatja, ami éppen megmarad, ő a konyhamalacunk. Úgyhogy tényleg, tehát oda szoktuk neki adni a maradékokat. Úgyhogy így teltek végül is az ünnepek. Párom most ugye nem dolgozott, hál' Istennek. És hát ennyi. Igazából semmi extra nem történt. Krisztián kapott ugye szép kis ajándékokat. Kapott sorompót tőlünk, ami ilyen műanyag sorompó, egy ilyen gyerekeknek való játék, imádja a vonatokat, meg a közlekedési eszközöket, táblákat, sorompót, kapott egy olyan sorompót, meg sok apróságot kapott, ilyen fürdőlámpát, akkor, mit tudom én, ilyen mágneses kirakót, ezt a geomagosat, kapott a nagymamájáiktól csocsót, mit kapott még? Szerszámos készleteket, ilyen kis szerszámos asztalt, hogy tudjon dolgozni, szerelni, fúrni, faragni. Most így hirtelen is tudom, nem. Apróságokat kapott inkább, nem olyan hatalmas nagy ajándékokkal, nem olyan ebből is egy kicsikét, abból is egy kicsikét. Úgyhogy még volt, amiről elfelejtkeztem, hogy eltettem neki karácsonyt, és karácsony után találtam meg többek között a fürdőlámpát. Úgyhogy, halálos volt. Hát van ilyen anyukáknál előfordul, pláne úgy, hogy tényleg mondom, hogy egész novembertől itthon volt velem, és azért nem is úgy van, tudjátok, hogy ha még elmentünk is vásárolni, dugni kellett mindent, júj, kemény volt. Úgyhogy ennyi. Nem is nagyon tudom, hogy mit akarok még mondani. Fogok majd hozni nektek egy videót az életmódváltással kapcsolatban, hogy mi az, amit most így próbálok kezdeni. Illetve még ígértem még egy videót, ami meg a betegségemről szól, ami miatt nyilván elkezdek ugye életmódot váltani, még milyen tünetei vannak nálam, milyen hatásai, mellékhatásai a szervezetemre ennek az egész autoimmun dolognak. De úgy látom, hogy 18 percnél járok, úgyhogy szerintem be is fejezem ezt a videót, hogyha tetszett nektek, akkor nagyon örülök, hogyha tudtam egy kis valamit érdekességet mondani, vagy örülök, hogyha megnéztétek, és szeretném, hogyha lájkolnátok, hogyha úgy van. Aztán találkozunk a következő videóban is. Ígérem, hogy most már majd megpróbálok gyakrabban jelentkezni, valamint hogyha ezt az életmódváltást elindítom, akkor még megfordult a fejemben, mi ez a haj, te? Megfordult a fejemben, hogy arról is egy külön sorozatot csinálnék, hogy miket edzek, meg miket szoktam enni, meg hogy érzem magam az alakulásomról, ha lesz, remélem lesz alakulásom azzal kapcsolatban. Úgyhogy, de ezek a tervek, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Na jól van, köszönöm szépen, hogy itt voltatok még egyszer, nagyon-nagyon puszillak benneteket, aztán következő videóban találkozunk. Sziasztok!